Alveoláris szájsebészként a praxisomban egyre gyakrabban találkozok olyan paciensekkel, akik rögzített pótlást szeretnének a szájukba, viszont ehhez nem rendelkeznek elég pillérfoggal, illetve az implantátumok behelyezéséhez nem rendelkeznek elegendő csontkínálattal. Ilyenkor minden esetben csontpótlást kell végeznünk, akár csontpótló anyagokkal, akár autoló saját csonttal. A műtétek után, mivel volument növelünk a nyálkahártya alatt, óhatatlan, hogy a lágyrészek feszülés alá kerülnek, és a műtét után a sebszélek szétnyílhatnak. A lebenyek eltávolodnak egymástól, ezáltal a behelyezett csontpótló anyag, illetve csont befertőződhet a szabaddá válása után. Ennek elkerülése érdekében használom a hidrogél expandert, amely egy ozmotikus elven működő, öntáguló kis kapszula, amelyet a csontpótlás előtt 4-5 héttel helyezünk be a lágy részek közé. A folyamatos duzzadás hatására a nyálkahártya megvastagodik, ezáltal a csontpótlás után a sebszéleket, a lebenyeket feszülésmentesen zárhatjuk. Ezáltal csökkenthetjük a sebszél nyílásának a rizikóját, és nyugodtan alhatunk a műtétek után.